Üdvözlök mindenkit, Bodnár Csaba vagyok a Multip Kft-től, és a mai előadás témája a mentés. Nem tudom, talán nincsen kétség a felől, hogy az előadás témája, a mentés, az manapság az egyik általában az egyik legunalmasabb téma. Úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy ennyien érdeklődnek ennek ellenére, hogy itt éppen a mentésről lesz szó. Én egy Multip Kft. Nevű cégnél dolgozom, ahol Linuxos technikai támogatással, Linuxos rendszerépítéssel foglalkozunk. Ennek kapcsán rendszeresen fölmerül a téma, a mentés, mint téma nálunk is. Ezért gondoltam, hogy összeállítok egy előadásanyagot erről a dologról. Az átlag felhasználó remélhetőleg talán ennél többet tud arról a szóról, hogy mentés vagy backup. Illetve az adás célja is az, hogy ennél kicsit többet tudjunk meg róla. Különös tekintettel nyilván a nyílt forráskódú mentési megoldásokra. Hát sehol egy mosoly, sehol egy nevetés, úgyhogy én nem magyarázom, hogy mi a poén itt a képen. Először is tisztázzuk azt a fogalmat, hogy mentés, illetve az, hogy mi az, hogy mentés, és mi az, hogy archiválás. Tavasszal megtartottam ennek az előadásnak egy verzióját a LOG konferencián, és ott bevált archiválási megoldások címszó alatt került ez föl az előadás listára, és én akkor tiltakoztam, hogy hát ez nem archiválás, szerintem ez egy mentésről van szó, és nem archiválásról, ugyanis a kettő között van különbség. A mentésről az én definícióm szerint, és szerintem sok más definíció szerint is akkor beszélünk, amikor nyilván napi vagy más, mindegy, hogy milyen gyakorisággal, de a fontos adatainkat elmásoljuk olyan célból, hogyha bármilyen hiba történik, akár emberi mulasztás, akár valamilyen hardware meghibásodás, akár egy katasztrófa, akkor az adataink továbbra is meglegyenek, és vissza tudjuk őket másolni, újra tudjuk használni őket. Az archiválás pedig egy hosszabb távú dolog szokott lenni. Tulajdonképpen ugye például egy adatbázisban folyamatosan gyűlnek az adatok, és egy idő után ezek esetleg kezelhetetlen mennyiségű válnak. Szükség van arra, hogy a régen fölvitt adatokat, azokat, amikre már napi szinten nincsen szükség, azokat egy lassabb tárolóhelyre helyezzük át, ahol még elérhetőek, de már csak egy valamilyen nagyobb macerával, tehát már bonyolultabb annak az elérése, mint az aktuális napi adatokat. Tulajdonképpen ezt, és előbb-utóbb minden rendszer el szokott jutni, ahol erre nagyobb és nagyobb adatmennyiségek vannak, hogy azon kezdjenek el gondolkodni a fejlesztők, hogy hát valahogy archiválni kéne már, mert különben belassul a rendszerünk. Na most itt, ebben az előadásban nem az archiválásról, hanem a mentésről fogunk beszélni, aminek a célja végül is az adatbiztonság. Ugye, hogyan történik a mentés, hogyan tároljuk az adatainkat, erről szól a következő slide, és ez tulajdonképpen a Wikipédiában is van egy ilyen, a mentés szócikknél is nagyjából ugyanezek a dolgok vannak leírva. Ugye a legegyszerűbb az, hogyha van egy helyünk, ami lehet egy könyvtár, de lehet akár egy doboz a szerverszoba sarkában, ahova akármilyen módon készült mentésünket bedobáljuk, és aztán, hogyha valakinek szüksége van valamilyen adat, akkor azt elkezd turkálni, és megkeresni, hogy az hol is van. Ugye ez a legegyszerűbb, ez nincsen semmiféle szervezettség a dologban. A következő lépés az lehet, hogy valahányszor mentünk, akkor mindig az összes adatunkat elmentjük, ami csak van nekünk. Ugye ekkor beszélünk teljes mentésről, és viszont az adatmennyiség és a tárolókapacitásainknak a végessége azt jelenti, hogy ezt nem mindig tudjuk megtenni. Akkor, amikor terabájtnyi méretű adataink vannak, akkor meggondoljuk azt, hogy mennyit költsünk szalagokra, amiken aztán ezeket a mentéseket tároljuk, és éppen ezért már nagyon régóta vannak erre módszerek, hogy ne kelljen mindig mindent elmenteni.
Ugye egyik módja ennek az, hogy inkrementálisan mentünk. Mit jelent az inkrementális mentés? Azt jelenti, hogyha mondjuk a heti ciklusban gondolkodunk, akkor mondjuk a hétvégén csinálunk egy teljes mentést, utána a következő, tehát utána pedig az hét egyes napjain pedig úgy hozzuk létre, vagy készítjük a mentéseinket, hogy az első napon a teljes mentéshez képesti változásokat mentjük el, a következő napon az előző napjához képesti változásokat, és így tovább. Belátható, hogy ilyen ebben az esetben, hogyha mondjuk pénteken van egy adatvesztésünk, és amit vissza akarunk állni az előző napi állapotra, akkor azt úgy tudjuk megtenni, hogy először visszatudjuk a teljes mentést a hétvégéről, és aztán szépen végigörgetjük az összes változást ezeken a dolgokon. A következő, mód az a differenciális mentés, ahol a legutóbbi teljes mentéshez képest minden egyes napon az ahhoz képest történt változásokat mentjük el. Ugye ennek az előnye az, hogy amikor visszatöltésről van szó, akkor a legutóbbi teljes mentést kell visszatöltenünk, és a legutóbbi differenciális mentést. A hátrány viszont az, hogy így nagyobb helyre van szükségünk a mentéshez, hiszen az egyes differenciális mentésekben nem csak az előző naphoz képesti változások vannak benne, hanem mindig a legutóbbi teljes mentéshez képest a változások. A következő dolog a reverse delta nevű mód. Hogyha használtok ilyen verziókövető rendszereket, fejlesztők tipikusan használnak ilyen dolgokat, a reverse delta, ez tulajdonképpen ott is ilyen módon történik a mentés. Itt arról van szó, hogy a mentési területünkön az adatainknak, mondjuk tegyük fel fájloknak mindig a legutóbbi verziója van, ezen kívül pedig tárolunk úgynevezett deltákat, és azért reverse delta, mert visszafelé tároljuk ezeket, visszafelé változásokat, és ezek a különbségek vagy delták, ezeknek a segítségével tudunk visszaállni előző állapotokra. Tehát mondjuk, hogyha ugye nekünk le van tárolva egy fájlból az aktuális állapotunk, és szeretnék az egy héttel ezelőtti, vagy mondjuk az öt verzióval korábbi verzióra visszatérni, akkor az öt reverse deltát végrehajtjuk el az aktuális fájlon, és így jutunk el a öt verzió ezelőtti állapothoz, és azt tudjuk használni utána, miután visszatöltöttük. Van egy ilyen dolog is, hogy folyamatos adatvédelem, és van egy szakmai szervezet, aki kifejezetten mentéssel foglalkoznak, ők hozták létre ezt a fogalmat, és ezt a fajta adattárolási modellt úgy lehetne leírni, hogy ebben az esetben van egy adat tömegünk, és az adatokon történt változásokat, azokat, mint mindegyes változás egy logot jelent, és ezeket a logokat tároljuk le, és hogyha vissza kell térni egy korábbi állapotra, akkor ennek a lognak a segítségével tudunk visszatérni a korábbi állapotra. Na most ez nagyon hasonlít ahhoz egyébként, mint amikor nem tudom, DRBD-t mennyire használt, ki mennyire használt, tehát a DRBD segítségével lehet két gép között tükrözni, de ugyanaz a helyzet, hogyha mondjuk egy gépen belül tükrözünk dolgokat. A DRBD-nél ugye a változások mennek át egyik gépről a másikra, és ilyen módon egy tükrözés történik. A folyamatos adatvédelem az nevű módszer esetén, vagy az adatmodell esetén nem tükrözésről van szó, hiszen a mentés területen lévő állapot ott és ugye végig is van egy teljes korábbi mentés, plusz vannak azok a logok, amik a változást amivel a segítségével a változásokat át lehet vinni a mentés területen lévő adatmennyiségre. Tehát tulajdonképpen ennek a segítségével lehetne elvileg egy olyan típusú mentést csinálni, ahol a mentés nem szakaszosan történik, tehát mondjuk éjszakánként, hanem folyamatosan, ahogy az adatállományunk, adatmennyiségünk változik, ugyanúgy az azonnal mentésre kerül a mentési területre.
Na most meg kell, hogy mondjam, a folyamatos adatvédelemre én konkrét példát még nem találtam, tehát implementálva, ez egy pár éve definiálta 2005-ben ez a bizonyos mentésügyi szervezet, de tulajdonképpen ennek a tagjai olyan nagy cégek, mint az IMC és Legato és mások, úgyhogy valószínűleg úton megjelennek ezekben a termékekben ez a fajta mentési mód. Nézzük még át azt így előzetesen, hogy milyen típusú eszközökre szokás menteni, és ugye itt most nem csak a open source, itt akármilyen mentésről szó van. Egyik az a, és manapság nagyobb rendszerekben leggyakrabban használt eszköz az a mágnes szalag. Ugye korábban mágnes szalagként nagyon régen SLR streamerekkel dolgoztunk, aztán később jöttek a DAT kazetták, a DLT szalagok, most pedig az LTO az, ami a leggyakrabban használt. Az LTO-nak is különböző LTO szabványnak is különböző verziói vannak. Ugye a jelen pillanatban azt jelenti, hogy 2,5 terabájtot tudunk tárolni egy ilyen LTO szalagon, és hogyha azt nézzük, hogy a kompressziót pedig átlagosan 2,5-szeresére tudja az LTO drive összenyomni az adatmennyiséget, akkor ez elvileg megnövelhető, ugye akkor 2,5-5, a fele, tehát olyan 6,75 terabájtra. Hát elvileg, hiszen hogyha már eleve kompresszált adataink vannak, ami manapság az elég jellemző, hiszen ugye a videók, a képek manapság általában kompresszált formátumban vannak tárolva, akkor mégiscsak nem fogunk sokkal tovább, tehát hiába van egy hardveres tömörítés a szalagos egységek eszközökben, mégsem fogunk tudni 2,5 terabájt fölé menni. Az is látszik ebből az ezen a táblázaton még, hogy ugye ahogy időben megyünk előre, és ahogy a szabvány egyre följebb és följebb lépeget a verziószámban, úgy egyre nagyobb mennyiség adatot tudunk tárolni, és ezen kívül pedig a sebesség, amivel az adatokat a szalagra ki tudja írni az egység, az is növekszik. Tehát az LTO 6-nál ez már 160 megabyte per szekundum, úgyhogy nagyon gyorsak már ezek az eszközök, és valóban nagy mennyiséget tárolhatunk velük. Hogyha összehasonlítjuk mondjuk a diszkes, a lemezetöltő mentéssel, nagyon sokáig a mágnes szalag egyszerűen verhetetlen volt bekerülési költségben. Mostanában ugye a diszkek árai annyira lementek, és annyira megnövekedett a kapacitásuk, hogy most már összemérhető. Tehát egyre inkább ott tartunk már, hogy már érdemes diszkre menteni, és már nem, lassan nem lesz érdemes szalagos egységet venni. Ezen okból a nagy gyártók is, akik régebben mondjuk ilyen nagy szekrény méretű mentési rendszereket forgalmaztak, azok is már nem csak szalagos eszközökből építenek ilyet, hanem diszkekből is építenek ilyet. Tehát tulajdonképpen a kettő, a mágnes szalag és a lemez, az egyre közelebb kerül egymás, ugye a SATA lemezek nagy kapacitásúak és olcsón elérhetők mostanában. A lemeznek az előnye a mágneshoz képest az, hogy a mágnes szalag a szekvenciális elérésű. Tehát míg, hogyha lemezen tárolunk mentést, és megfelelőképpen szervezzük, akkor a szükséges fájlt egy pillanat alatt elő tudjuk szedni róla, míg a szalag esetén mindenképpen ugye mondjuk, hogyha a szalagon például fájrendszerenként külön-külön egymás után tároljuk az egyes fájrendszereket, akkor először is oda kell pozícionálni a fejet a következő egység elejére, és aztán azt föl kell olvasni, és ki kell szedni belőle azt a fájt, amiről szó van, amit keresünk. Ez mindenképpen időbe telik. Tehát lehetséges, hogy még mondjuk az elmúlt 20 évben a lemez, nagy rendszerekben a lemez volt az egyedül, vagyis a mágnes szalag volt az egyeduralkodó, hogyha mentésről volt szó, lehet, hogy ez most meg fog változni a közeljövőben, és most már mindent lemezre fogunk menteni. Szóba jöhet még ugye a mentések esetén a CD-knek és tehát a optikai eszközöknek a használata. CD, DVD, Blu-ray, ezt mindenki ismeri és tudja, hogy nagy adatmennyiséget igazán nem lehet ezeken tárolni. Tehát, hogyha azt nézzük, ugye az előbb néztük azt, hogy
2,5 terabájtot lehet egy mai LTO 6-os szalagon tárolni, ahhoz képest az a 4,5 gigabájt, vagy hogyha mind a két oldalon tárolunk, akkor 9 gigabájt, ami DVD-re ráfér, az semmi. Tehát ebből nagyon sok kellene ahhoz, hogy hasonló adatmennyiségeket tudjunk tárolni. Nyilván ennek is megvan a maga létjogosultsága, hogyha olyan helyre, vagy akkor az adatmennyiségünk, hogy egyre vagy néhány ilyenre kifér, akkor használjuk ezt, hiszen az előnye az ezeknek, hogy nagyon olcsóak, ugye eleve a DVD írók olcsók, a DVD lemezek olcsók. A hátrányuk a kapacitás korlát mellett még az, hogy a DVD-re való kiírás is azért egy időbe telik, méghozzá jóval több időben, mint mondjuk ha akár lemezre, akár mágnes szalagra írunk ki. Egyre gyakoribb és egyre népszerűbb a felhőbe való mentés, ugye ezt lehet mondani, így mondjuk azt, hogy távoli mentés szolgáltatás. Egyre több és több szolgáltató van, aki ilyen szolgáltást nyújt. Ennek a előnyeire és a hátrányaira ugye azt lehet mondani, hogy az előny az, hogy nem kell, tulajdonképpen internet manapság mindenhol van, a sávszélesség is elég nagy mostanában már, tehát hogyha viszonylag kis mennyiségű adatunk van, ami elég gyorsan fölnyomható a netre, akkor ezt a dolgot használhatjuk, a hátrány pedig ugye a biztonság. Egyrészt kérdés, hogy milyen garanciákat tudnak adni a szolgáltatók arra, hogy tényleg megmarad az adatunk az, amit föltöltöttünk, hogyha esetleg a szolgáltatónál van valamilyen katasztrófa. A másik pedig az, hogy nem lehetünk biztosan abban, hogy a szolgáltató operátorai például, vagy bárki más, aki betör esetleg a szolgáltató rendszerébe, az nem próbálja az adatokat föltörni, elolvasni, visszaélni vele, stb. Nyilván ez ellen védekezhetünk olyan módon, hogyha megfelelő titkosítással látjuk el az adatokat, de még akkor sem 100%-os a garancia. Van még néhány fajta média manapság, amik vagy inkább azt lehet mondani, hogy volt, mert hát van is, amik szóba jöhet, amiknek mentés esetén. Egyik az az SSD, a Solid State Disk. Ugye ez drágább általában, mint a hagyományos diszkek, úgyhogy valószínűleg nem érdemes erre csinálunk a mentésünket. A másik pedig a floppy, különböző méretű floppy diszkek, amik régen voltak, ezek egyszerűen kihaltak, tehát ilyen, mint média létezhetnek még, de igazából nincs már jelentősége. Térjünk rá arra, hogy a Linux és Unix operációs rendszerekben milyen eszközök állnak rendelkezésre így helyből, hogyha menteni szeretnénk. Kicsit ez történeti áttekintés is, ugyanis kezdjük a 70-es évektől, amikor a Unix operációs rendszer megszületett. Valamikor nem voltak ilyen utility-jeink, mint manapság az AirSync, vagy az SCP, vagy ilyesmi, viszont akkor is megfelelő segédprogramok ahhoz, hogy a mentéseket meg tudjuk tenni. A CPU és a TAR, a CPU-val TAR-ra lehetett ugye több fájlt összerakni egy nagy mentési fájllá, kompresszel lehetett ezeket összenyomni, még ha kevésbé hatékonyan is, mint a mai G-CIP vagy B-CIP 2 formátumok. A find-dal lehetett mondjuk meg összegyűjteni azt, hogy milyen fájlokat szeretnénk menteni, és a find megfelelő a paraméterezésével akár inkrementális vagy differenciális mentéseket is tudunk csinálni, hiszen azt mondjuk, hogy csak egy napnál nem régebbi fájlokat szeretnénk, akkor ez épp azt jelenti, hogy akkor csak a változások fognak kikerülni. Ugyanúgy már a régi Unixokban is megvoltak a lehetőségek a szalagkezelésre, tehát az MT, TAP és hasonló parancsokkal tudtuk a szalagot az elejére tekerni, a szalagot feszíteni, ha szükséges, a szalagon belül pozícionálni egyes szalag jelekre, tépmárkokra, és ugye bizonyára mindenki hallott vagy látott már úgynevezett szalagkönyvtárakat vagy tape library-ket, amik egy ilyen nagyobbacska dobozméretűek, ilyen papírdobozméretűek, és ezekben általában van egy vagy több szalagos egység, és van benne valamennyi rekesz, amiben pedig a szalagokat tároljuk el, és a megfelelő parancsokkal a szalagkönyvtárnak megmondhattuk azt, hogy most mi azt szeretnénk, hogyha 8-as rekeszből tenné be a
szalag olvasóba a szalagot az eszköz, és ilyen módon lehetett ezeket kezelni, illetve illetve a mentési szoftverek azok pedig ezeket a szalagkönyvtárakat általában helyből tudják kezelni, és nem kell kézzel ezeket megmondani neki. Viszont ez már régen is működött, hogy MTX vagy melyik Unixban milyen volt a parancsnak a neve, meg lehetett mondani azt, hogy melyik szalagot szeretnénk berakni éppen, és hogy arra történjen a mentés. Nagyjából egy olyan esetben egy script úgy nézhetett ki, mondjuk, hogy megkértük a szalagkönyvtárat, mint MTX load 3, és akkor 3-as berakja az olvasóba, utána azt mondjuk, hogy MT rewind, visszatekeri a szalagot az elejére, és aztán pedig kiadunk mondjuk egy ilyen vagy ehhez hasonló parancsot, aminek a segítségével megkeressük a per adat könyvtárban az egyes fájlokat, aztán ezt CPU-val kiírtuk valamikor régen, ezt átküldtük ez most egy remote copy-s mentés, mindegy. A lényeg az, hogy utána pedig CPU-val ezt beirányítottuk a szaladnak a megfelelő device-ába, és így csináltuk meg a mentést, a végén pedig visszatekertük a szaladnak az elejére, mondjuk. Tehát ugyanígy már a régi Unixokban is megvolt a lehetőség arra, hogy egy másik gépre tegyük át a mentésünket. Ugye nem volt még SSH meg SCP, de volt RSH meg RCP, és volt FTP, ahogy manapság is van, ugye. És ezeknek a segítségével egy ilyen típusú mentést meg tudunk csinálni. Itt úgy látom, hogy valamit kihagytam belőle, mert itt ugye azt mondom, hogy ez egy kompresszált image lesz, de a kompressz parancs az nincsen itt sehol, úgyhogy a kompresszet azt még ide a CPU mögé be kell illeszteni, úgyhogy azt képzeljétek oda hozzá. A 90-es években ugye megjelent a Linux, és egy pár újítás is történt itt a mentéseknek a elvégzésében. Ugye a GCIP-BCIP2 parancsok segítségével jobb tömörítést tudtunk elérni, mint régen a kompresszel. A tar -z opcióival pedig nem kell külön kiadnunk a GCIP és társa parancsot sem, hanem egy mozdulattal, egy parancssal tudunk összetömörített mentési fájlt létrehozni. És ugye SSH-val, SCP-vel ezt át tudjuk tenni egy másik gépre, vagy ugyanúgy ki tudjuk rakni szalagra is ennek a tarnak az outputját. A másik új dolog pedig ugye az AirSync-nek a megjelenése, amivel komplett könyvtárstruktúrákat tudunk szinkronizálni gépek között, és ilyen módon többek között mentéseket csinálni. Hát ezen kívül még a különböző Unix-os utility-k kombinálásával elég sokféleképpen lehet a mentésünket, tudjuk megszervezni a mentésünket. A sok közül egy ötlet például az, hogy ha van egy mentési szerverünk, akkor arra a különböző gépeinknek a fontos adatait azt AirSync-kel rendszeresen mentjük, de ugye az AirSync-kel a probléma az, hogy az végülis egy könyvtárban a fájlok aktuális verzióját tárolja. Hogyha figyelembe veszük azt, hogy manapság egyrészt az LVM-nek, tehát a Linux logikai kötetkezelőjének is van snapshot lehetősége, illetve bizonyos típusú fájrendszerekben, nem tudom, talán valaki emlékszik fejből, hogy melyik az a fájrendszer, amit nem olyan régóta fejlesztenek, és amiben magában is snapshotolás van, nem tudom, nincs, micsoda? A BTRFS, igen, így van. Tehát a BTRFS-ben magában benne van a snapshot kezelés, ugye? Tehát a snapshotolással megtehetjük azt, hogy noha csak egy példányt mentünk a rendszerből, naponta létrehozunk egy snapshotot, és ilyen módon ugye a snapshotban tulajdonképpen a különbség van tárolva az aktuális verzióhoz képest szintén, és ilyen módon mondjuk, hogyha ezt heti forgásban csináljuk, akkor végülis egy héten visszamenőleg tudunk adatokat visszanyerni ilyen módon. Annak ellenére, hogy egy példányunk van, illetve van azon kívül még másik 6 snapshotunk. Ugye ez itt egy konkrét script a snapshotolásra, ahol minden egyes, tehát
mégis az történik, hogy az aktuális napnak a dítnek ez a dít parancs, ez a napnak a sorszámát adja meg, tehát a snapshotunknak a neve az lesz, hogy backup kötője és a nap sorszáma, és mondjuk, hogyha éppen egy szerdai napon vagyunk, akkor először is töröljük az előző, már nem szükséges snapshotunkat, azzal, hogy ugye töröljük a backup kötőjel 3-at például, és aztán pedig azt újra létrehozzuk. Ugye itt meg kell adnunk azt, hogy milyen mérettel hozzuk létre ezt a snapshotot, és maximum addig terjedhet. Tehát, hogyha annál nagyobb a változások mennyisége, akkor nem tudjuk, akkor azt már nem tudja tárolni. Úgy kell megválasztani ezt a méretet, hogy mindenképpen beleférjen a várhatóan annál több, az adatmennyiség több változás ne történjen egy nap. Tehát ezekkel a mentésekkel azért vannak problémák. Tehát úgy általában jók, hogyha fájrendszer szintű mentésekről van szó, de már ott is előjöhetnek gondok. Például, hogyha mondjuk egy webszervernek a adattartalmát mentjük, akkor, és ott hivatkozások vannak ugye egyik helyről a másikra, és a többi, akkor hogyha egy mentéskor, mondjuk mentés közben egy fejlesztő, vagy aki a webszervert karbantartja, az új HTML oldalakat vesz föl, akkor a mentésbe esetleg ezek az oldalak még nem kerülnek be, illetve egyik fájl, amiben, ahol hivatkozás van, egy másik HTML oldalra, az még bekerült, de a másik az még nem került be. Emiatt a web tartalom mentésünk inkonzisztens lesz. Ennél azonban sokkal nagyobb probléma az, hogyha adatbázisokat használunk, és az adatbázishoz tartozó fájlokat mentjük, ugyanis az adatbázis, hogyha fájlonként mentjük egymás után, akkor közben történik egy update az adatbázisban, akkor egyik fájl már az update utáni állapotot, még az update előtti állapotot tükrözi a mentésben, másik az update utáni állapotot, tehát inkonzisztensé vált az egész adatbázis. Ez olyan mértékű is lehet, hogy akár hogy megsérül az adatbázis annyira, hogy nem lehet helyreállítani például normálisan. Úgyhogy tulajdonképpen ezt lehet a legnagyobb problémának mondani ezekkel a mentésekkel kapcsolatosan. A másik még az, hogy ugye manapság már, amikor mindenki ikonokkal, egérrel, stb. Menükkel dolgozik, akkor ezek ilyen fabhados Linuxos utility-k, amiket kicsit nehézkes kezelni, hogyha valaki nem napi szinten ezzel foglalkozik. Úgyhogy, és az operátornak is könnyebb a dolga, hogyha mondjuk egy grafikus frontenden keresztül tudja megnézni azt, hogy a 25 darab mentéséből mi az, ami rendesen lement, mi az, ami kevés, mi az, ami nem ment le, stb. Milyen problémák voltak. Tehát jobb lenne egy grafikus frontenden keresztül kezelni ezeket a dolgokat. És hát ugye a dolgok folyamatosan változnak, olyan dolgok jönnek elő napról napra szinte, amik korábban nem voltak, vagy nem olyanok voltak. Ugye az informatika korábban folyamatosan új és új dolgok vannak, és ezekhez is kellene valamilyen támogatás. Például ugye megjelent a virtualizáció már elég régóta, és ezekkel a utility-kkel le lehet menteni a virtuális gépeket úgy, hogy a virtuális gépen magán fut a utility, de ha nekünk van egy rakás virtuális gépünk, akkor lehet, hogy inkább azt szeretnénk, hogyha a fizikai gépen mentenénk le a virtuális gépeket, és nem kéne külön-külön mind a 25 gépet mentegetni, hanem ezt egységesen kezeljük a fizikai gép szintjén. Hát hogyan lehet megoldani, az főleg ugye azt mondtam, hogy a legnagyobb probléma az adatbázis inkonzisztencia, hogyan lehetne megoldani, hogy milyen megoldások lehetségesek erre a problémára? Ugye egyik lehetőség az, hogy mentés előtt dumpolunk, és a dumpot mentjük. Hát a másik pedig ugye az, hogy mentés idejére leállítjuk az adatbázist. Na most ez nem minden esetben lehetséges. Egyszerűen ugye vannak 7x24-ben üzemelő rendszerek, ahol nem megoldás az, hogy most leálljon az adatbázis 3 órára, mert annyi ideig tart mondjuk a mentés. De ugyanúgy az adatbázis dump is egy problémás dolog lehet, hiszen nagyjából az adatbázis méretének megfelelő további helyre van szükségünk a gépünkön ahhoz, hogy egy dumpot elkészíthessünk. Ezeknél sokkal jobb megoldás lehet az, hogyha ugye folyamatos üzemi rendszereink vannak, hogy arra az időre, amíg a mentés történik,
arra az időre az adatbázist egy másik állapotba rakjuk, ahol is magában az adatbázisba nem történik módosítás, hanem úgynevezett logok vagy redo logokba kerülnek bele ezek a változások arra az időre, és amikor a mentés lement, akkor pedig visszatesszük normál módba, és akkor bedolgozódnak ezek a redo logok az adatbázisunkba. Egy ugyanennek a dolognak a másik fajta megoldása, a fájrendszer szintű megoldása, amiről az előbb is beszéltünk, csinálunk egy snapshotot az adatbázisról, és nem magát az adatbázist mentjük, hanem a snapshotot, ami egy pillanatfelvétel, és az mondjuk a hajnali 2 órai állapotot tükrözi, és ilyen módon is megoldható a dolog. A következő módszer pedig az, hogy vannak már ilyen mentési rendszerek, mentési szoftverrendszerek, ahol vannak különböző pluginek, és van az egyes adatbázis kezelőkhöz is pluginjei a legtöbb ilyen szoftvernek, és azon a pluginen keresztül konzisztens mentést lehet csinálni vele. Nézzük meg akkor, ugye az előzőleg ezekről nyilván minden szoftvernek tekinthető, amit valaki egyszer megírt programot. Az előzőleg tekintett mentési szoftvereket inkább én mentési segédprogramoknak szoktam nevezni, és most beszélünk azokról a mentési szoftverekről, amik egy nagyobb rendszerek, és amiknek általában mondjuk grafikus felülettel rendelkeznek. Nézzük meg azt, hogy milyen előnyei van ezeknek. Ugye ezek integrált megoldások, és könnyebb éppen a grafikus felület miatt például tömeges mentések, amikor nagyon sok szerverünk van, amiket mentenünk kellene, ezek is jóval könnyebben kezelhetőek velük. Az ütemezés is egyszerű, szintén ilyen egér klikkelgetéssel történik, és de ugyanakkor, hogyha nem ütemezett mentésről van, szóval éppen valami miatt egy adhok mentésre van szükség, például azért, mert egy rendszer átállás van, és szeretnénk elmenni az átállás előtti állapotot, akkor azt is könnyen tudjuk benne definiálni. A lefutás ellenőrzése is, hogyha ugye van egy grafikus képernyőnk, ahol pirossal látszik az, ami nem futott le rendesen, zöld az, ami normálisan, az is sokkal jobban látható és áttekinthető, hogy mi az, ami rendben lefutott. És tulajdonképpen, hogyha olyan a mentési szoftver, hogy ez egy nyílt forráskódú szoftver, akkor akár mi magunk is írhatunk egy plugint hozzá a saját kis rendszerünkhöz, de egyébként is elég bőségesen állnak pluginek rendelkezésre hozzájuk. Vannak fizetős gyártófüggő megoldások, ezen a szlájdon ezekből vannak felsorolva a legismertebbek talán, nem akarok ezekről különösebben beszélni. Igazából ami itt érdekes, és nem is az IBM logót kell itt, vagy névet kell itt nézni, hanem az, hogy deduplication, ez is egy viszonylag új fogalom. Nagy rendszerekben, ahol írtózatos mennyiségű adat keletkezik, ott ez egy lényeges dolog lehet, hogy a mentési rendszerünk ilyet is tudjon, tehát deduplikálást is tudjon. Ez azt jelenti, hogy amikor, tehát ugye mondjuk egy fájlrendszert mentünk, az egyes fájlokat, és a mentési rendszer az, amikor az egyes fájlok mentésre kerülnek, akkor minden egyes fájlhoz hozzárendel egy checksummát. És amikor észreveszi azt, hogy egy olyan checksumma keletkezett egy adott fájlhoz, ami már egyszer benne volt a rendszerben, ez azt jelenti, hogy ez a két fájl ugyanaz. Tehát ez azt jelzi, hogy ezt a fájlt egyszer már mentettem. Ekkor ezt a fájlt, nem teljesen így van? Jó, hogy megegyezhet. Aha. Hát kellően nagy méretű, tehát olyan algoritmus kell választani, ahol ez tulajdonképpen nem következik be. 100%. Ez maga a fájl, igaz? Igen. Úgyhogy. Hát nem tudom, mert mondjuk, hogyha fájlszintről van szó, és egy nagy fájlról van szó, akkor sokkal többet nyerünk esetleg vele, nem? Mondjuk a blokk szintnél ugyanaz a helyzet. Hát az itt akkor a rendszerekről van szó, ahol tudom én, egy nagy vállalatnak a rendszere például, ahol
ténylegesen mondjuk egy levelet kiküld valaki, egy körlevelet, amit megkap 100 ember, de tulajdonképpen ugyanarról a levélről van szó. És ez fáj szinten is ugyanolyan néz ki. Hát ezek mondjuk kis. Hát igen, de hát kis fájló, de hát lehet mondjuk ennek a levélnek lehet egy több gigabájtos attachmentje is például. Több megabájtos attachmentje legalábbis, akkor már nem annyira kicsi a fáj. Tehát tulajdonképpen azt akarom csak mondani ezzel, hogy fáj szinten van értelme szerintem azért a dolognak, és nem csak blokk szinten. Na, megyünk tovább, igen. A lényeg az, hogy valóban blokk szinten is lehet nyilván deduplikációt csinálni ugyanígy, de egyébként szerintem ez inkább fáj szinten szokott történni. Éppen emiatt, amit mondtam. Én úgy tudom legalábbis, hogy ez fáj szintű a deduplikáció. És tehát a lényeg az, hogyha észreveszi a rendszer, hogy igen, ilyen tartalmú fáj már van a rendszerben, akkor nem menti el az egész fáj tartalmat még egyszer, hanem csak egy pointer tak oda, és ami rámutat a másik tartalomra. És ilyen módon egész komoly adatterületet, adatmennyiséget is lehet spórolni. Voltam még valamikor tavasz elején, vagy talán februárban egy konferencián, ami a storage-okról és a mentésekről szólt, és onnan loptam ezt a szlájdot, úgymond. Ez a KBC, az például a Magyar KNTH Bank is ennek a talán belga cégcsoportnak a tulajdonában van, és ott például itt Magyarországon Törökbálint és valamelyik ilyen kisebb budai oldali település között, tehát ott építettek föl két nagy ilyen szerver parkot a saját igényei kiszolgálására, és ott például ilyen módon adották meg a mentést. Itt a kliensek azok tulajdonképpen maguk is szerverek, olyan szempontból, hogy számítógép szerverek, és azoknak a mentése ott éppen itt úgy történt, hogy egyik oldal, tehát egyik szájtnak a mentése az egyből a hálózaton keresztül a másik szájtra történt meg. Egy deduplikálás után került ki egyrészt egy szalag könyvtárba, másrészt pedig egy diszk alapú mentési eszközre, és ezen kívül pedig még duplikálták visszaduplikálták az előző szájtra, és ilyen módon csináltak egy komplettebb megoldást, és ezt viszont még egyelőre ilyen gyártófüggő mentési szoftverrel csinálták, de reméljük, hogy hamarosan ilyeneket lehet már csinálni a nyílt forrásúakkal is. Nyílt forrásúak közül legnépszerűbbek a Bakula és az Amanda nevűek. Bakula az mindjárt meglátjuk majd, hogy a funkcionalitás szerint nagyon élesen, tehát egy nagyon szépen elosztott rendszerről van szó, ahol az egyes funkciók azok külön szoftverként futnak, külön programként futnak, és szétrakhatók akár az egyes funkciók, minden egyes funkció külön-külön szerverre. Hát van, aki szerint a Bakulán még van mit csiszolni azért, és egyszerűbb mentésekre álltak túlságosan bonyolult, éppen emiatt a viszonylag bonyolult felépítés miatt, és abban, amikor tavasszal ezt a szájdot csináltam, akkor még egy QT alapú BAT nevű Bacula Administration Tool nevű felülete volt neki, és webes felület még nem. Bocsánat, nem frissítettem a szlájdot, ez már kész van közben, tehát van egy olyan webes felülete is, amin keresztül menedzselhető minden része a rendszernek, sőt, annak van egy olyan verzió is, amivel több Bakula rendszert lehet egyetlen központi konzolról menedzselni. A Bakula.org az egy non-profit dolog, viszont ahogy ez sok más nyílt forráskódú fejlesztésnél van mögötte egy cég, a Bakula Systems, ami egyébként svájci illetőségű, és ezen az ábrán az látszik, hogy körülbelül milyen komponensekből épül fel a Bakula. Ugye van egy adminisztráció, workstation, és van egy központi direktor démon, ami elosztja az egyes feladatokat, ami tartja a kapcsolatot a többiekkel. Ezen kívül például vannak neki különböző adatbázis
ugye ott fölül a zöld színű háttérre látjuk, vannak különböző adatbázis pluginjei, MySQL, SQLite, Postgres, stb. Van file server démonja, amin keresztül ugye végig is a normál file mentéseket lehet elvégezni, és ezen kívül van egy külön van a storage server démon, ami pedig a, ugye az egyik, az eddig felsoroltak, azok fölolvasták valahonnan a mentendő adatokat, a storage server pedig az, ami kiírja ezeket az adatokat a fizikai eszközökre. Hát ez a bizonyos BAT, vagy BAT, ez nagyjából így néz ki, ez a bizonyos felület, amiről beszéltünk, és itt fájronként ki lehet választani azt, hogy mit akarunk elmenteni, illetve visszatölteni. Itt az egyes mentéseknek a lefutásáról vannak információk. Sajnos, és ez a Bakulára és az Amandára egyaránt igaz, az ingyenes verzió az nagyon kevés dolgot tartalmaz. Tehát ez az, ami benne van helyben a Debianban, Ubuntuban és más rendszerekben, és azokat a speciális plugineket, amikre leginkább szükségünk lehetne, azok általában csak a fizetős verzióban vannak benne. Ugye itt hát ami helyből benne van azért mind a kettőben, az a file system típusú mentés, tehát az, hogy normál file rendszert el lehessen menteni, de például a Bakulához van egy olyan, hogy Delta plugin, ami azt jelenti, hogy nem csak úgy tudunk mentést csinálni, hogy mondjuk egy inkrementális mentést, hogy a teljes mentéshez képest azokat a fájlokat mentjük csak el, amik megváltoztak, hanem fájlon belüli változásokat is tud kezelni. És ilyen módon akkor mondjuk, hogyha nekünk sok nagy fájlunk van, akkor nem kell azokat a nagy fájlokat mindent elmenteni, hogyha előző naphoz képest változtak, hanem csak azokban a fájlokban is csak azokat a kisebb változásokat, amik a, na ez tulajdonképpen egy blokkszintű deltázás végül is már. Úgyhogy, tehát ez sincsen sajnos benne az ingyenes verzióban. Van egy olyan pluginje, ahol a Sun Share Storage-ot direktben lehet menteni, tehát ugye alapesetben van egy, mondjuk egy storage-unk, és van egy szerverünk, vagy van több szerver, ami a storage-ot használja. Alapesetben az szerveren fut mondjuk egy ilyen Bakula plugin, és azon keresztül csináljuk a mentést. Ez azt jelenti, hogy az összes szerveren keresztül kell menni az összes adatnak ahhoz, hogy ezeket el tudjuk menteni a mentési szerverünkre. Hogyha ilyen pluginünk van, akkor direktben a storage-ról tudjuk a mentés szerverre megtenni a mentést. Igen, aztán a VMware plugin, amivel ugyanezt tudjuk megcsinálni virtuális gépekre, tehát korábban beszéltem már őt az előadás elején, az sincsen benne sajnos. A különböző Microsoft Exchange, illetve SQL-hez a pluginak sincsenek benne, és az NDMP plugin is fizetős. Ez az NDMP pedig azt jelenti, hogy ez egy szabvány, amit a storage és backup eszközgyártók találtak ki, és azt jelenti, hogy a mentési szoftverünkkel meg tudjuk azt tenni, hogy a storage-ot és a mentési eszközt, ami szintén egy hálózati mentési eszköz, összekapcsoljuk és direktben küldjük egyik helyről a másikra a dolgokat, és nem kell, még a mentési szerverünkön sem kell az teljes adatfolyamnak átfolynia, hanem direktben megy a hálózaton keresztül egyik eszközről a másikra. Igen, az Amanda a másik hasonló szoftver, egyszerűbb a felépítése, éppen emiatt talán könnyebb kezelni, de ugyanúgy ez is plugin alapú, és viszont sajnos a webes menedzsment felület és a pluginek azok itt sincsenek benne az ingyenes verzióban, itt is a fizetős verziót kell használnunk. Az amanda.org mögött pedig a Zmanda nevű cég rejlik, valahol Los Angeles mellett vannak talán. Hát itt van egy összehasonlítás, hogy mik azok, amik benne vannak, és mik azok, amik nincs. Körülbelül ugyanarról van szó, mint amiről az előbb beszéltünk a másik hasonló szoftver kapcsán. Ugyanúgy mind a kettőre igaz az, hogy az a bizonyos webes management konzol, amivel könnyen kezelhető lenne az egész, az szintén a fizetős verzióban van, csak benne az ingyenesben nincsen, a másiknál sem és eznél sincsen. Itt a Zmandának a management felülete, ahol a mentéseket definiálni lehet, ezen kívül monitorozni, riportolni és egyéb adminisztrációs funkciókat elvégezni, vagy akár visszatölteni is nyilván, ez is egy fontos dolog, hogyha szükség van rá.
és az én mondánál egy licencelési példa, ott azért ezeknél az open source szoftvereknél egy előny az, hogy például még a gyártófüggő megoldásoknál általában processzor számtól is függ, vagy függ, ahogy hívják a licensznek az ára, itt ilyen dolgok nincsenek, viszont ugyanúgy a mentendő hostoknak a száma, az, hogy milyen típusúak, stb., ezt mindért külön fizetni kell. Plusz még egy további hátrány sajnos a Amanda és a Bakula fizetős verziónál az, hogy ezek előfizetési licenszek. Tehát még mondjuk, hogyha én megveszek egy Red Hat Linuxot például, és a Red Hat Linuxnál kifizetek rá egy egyéves supportot, attól még én egy év után tovább használhatom a Red Hat Linuxot. Ugye kifizettem egy évet, nincsen most már rá support, de attól még használom tovább. Ugyanez ezeknél a szoftvereknél nincs így. Tehát hogyha megszűnik a licensz periódus, akkor lejár, attól kezdve nem működnek a pluginok. És attól kezdve nem tudom használni, nem tudok menteni. Nem csak azon, hogy nincsen már hozzá support, hanem nem tudom a mentésemet se elvégezni már. Úgyhogy egyszerűen itt is sajnos be vagyok zárva egy kicsit, mert attól kezdve, ha csak nem akarok valami másra átállni, akkor évente vagy három évente, attól függ, hogy milyen periódussal veszem meg a licenszet, újra és újra meg kell vásárolni a licenszet hozzá. Méghozzá egy nagyobb, egy ekkora rendszernél, ez mondjuk egy 1,5 millió forint körüli például, amit itt konkrétan látunk, ez a licensz éves szinten. Úgyhogy sajnos igazából túlságosan jót nem tudok mondani, ugyanis ezeket a szoftvereket használhatjuk ingyenesen is, és akkor alapszinten el tudjuk menteni az adatainkat, azokat a fajta mentéseket, amikről korábban beszéltem, fájrendszermentéseket tudunk csinálni és ilyesmiket, de amikor spéci dolgokra van szükségünk, adatbázis mentő pluginekre, storage pluginra, és a többi, akkor fizetnünk kell ezekért.